Kedves vendégeink, kedves bajtársaim, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a szép napon a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség megalakulásának 30. évfordulóján. Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm Varga Tamás urat, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjét, miniszterhelyettest. Berta Tibor, dandártábornok urat, katolikus tábori püspökünket, Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök urat, Vitéz Györfi Villám András huszár hagyományőrző dandártábornokot, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség örökös tiszteletbeli elnökét, Dancs Norbert, székesfehérvári járási hivatal vezetőjét, Annus Zsolt ezredes urat, egykori véderő, katonai és légügyi attasét és kedves feleségét, Csányi Henrik alezredes ezredparancsnok urat, ezredparancsnok helyettes urat, a Magyar Honvédség 6-os Sipos Gyula területvédelmi ezredtől, és nem utolsó sorban társadalmi szervezetek vezetőit, képviselőit, köztük különös figyelemmel Fülöp Tibor Zoltán alapító urat, a tavaszi hadjárat főigazgatóját. Kedves barátaim, a 30 éves fennállását ünneplő Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség a nemzeti hősök emlékét ápolja, amelynél magasztosabb közös célt magunk elé tűzni nem lehetséges, mivel a történelmi emlékezet megőrzése és átörökítése a nemzeti létezésünk alapja. Hozzánk hasonlóan a példaképül választott hőseink is egyszerű, földi halandók voltak, de a közös hitünkért és hazánkért meghozott véráldozatok útján az öröklétbe jutottak. Ez a hősök útja. És mennél ragyogóbb az ősi példa, annál eredményesebben járhatunk a nyomában. Ilyen tökéletes példakép a 945 évvel ezelőtt trónra lépett és 830 éve szenté avatott első László király. Máig élő öröksége egy olyan eleven, olvasztó tégely, amely időkön és tereken által ívelve egyesíti magába közös célunk irányába a halandókat. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében kérem meg, hogy egy imádságos ünnepség keretében a szövetségünk határozata alapján a püspök urak legyenek oly kedvesek, és kérjék Szent László oltalmába a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség katonai hagyományőrzőit. Most pedig tisztelettel és szeretettel felkérem Varga Tamás miniszterhelyettes urat, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt ünneplők, azt hiszem mindannyiunk számára nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ma együtt ünnepelhetjük a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség megalakulásának 30. évfordulóját. Ennek a szövetségnek a hagyományőrző munkája és szolgálata példaértékű mindannyiunk számára, hiszen általa sok ezer az ország különböző szegletében élő és szolgáló büszke huszárt sikerült összekapcsolni, és nagyszabású bemutatóik során megismertetni és megszeretetni az ország minden korosztályával, az ország minden szegletében a magyarság dicsőséges múltját és bátorságát. A magyar huszár fogalom az egész világban. Hiszen milyen lélegzetállító, elállító lehetett, amikor a huszárok tömött sorai teljes erővel, veszéllyel mit sem törődve nekirontottak az ellenséges hadnak. És jól mutatja azt, hogy mennyire ismertek voltak, és ismertek a mai napig is a magyar huszárok, hogy hány országban kötődnek huszárhagyományok magyar vitézekhez.
Bercsényi László nevét a mai napig őrzi az általa alapított huszárezred Franciaországban, de megemlékeztetünk Kovács Mihály ezredesről, akire lengyel barátjával együtt az amerikai lovasság atyaként emlékeznek az Egyesült Államokban. Vagy Hadik Andrásról, akinek lovasságával, vakmerőségével és hősiességével sikerült Berlint is bevennie. És természetesen nem minden elfogultság nélkül megemlíthetjük a fehérvári 10-es huszárok vitézségét a limanovai véres csatában. Néhány név csak a több száz tízezer, sőt több százezer hős huszár közül, akik mind-mind készek voltak a legnagyobb áldozatra a haza megvédése érdekében. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség kiváló bemutatóin keresztül a hazaszeretet és a hagyományőrzés méltó formájának lehettünk és lehetünk tanúi ma is, és bízunk benne a jövőben is. Köszönjük szépen ezt a munkát, köszönjük ezt a szolgálatot, Isten éltesse a magyar huszárokat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kegyelemnéktünk is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A mi ökumenikus katonai Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Hallgassuk meg Isten ígéjét Pál apostolnak az efézusokhoz írt leveléből felolvasott szakaszt. Így kezdődik, azt mondom, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Sötétség borult elméjükre, és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, halom valóban őre hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megrévesztő kívánság romlásba döntött. Újuljatok meg lélekben és érzelemben, s öltsétek magatokra az új embert,
aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult, és valóban szent teremtmény. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ne adjatok teret a sátánnak, sőt, legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jó indulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Végezetül erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Ezért öltsétek fel az Istennek teljes fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat, így készüljetek föl, csatoljátok fel derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készségnek viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hitpajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz mindent tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát, igéjét. Amen. Világos ez világ, nékünk bűnösöknek. Síralmas ez világ, nékünk bűnösöknek. Hogyha meggondoljuk napját életünknek, hogyha meggondoljuk napját életünknek. Ifjak, s öregek, térjetek a jóra, menjetek gyakrabban az Isten házába. Kérjétek az Istent, hogy adja áldását, ne vonja meg tőlünk nagy irgalmasságát. Mikor a Szent Mihály megfújja trombitát, elé kell állani, vagy jóra, vagy rosszra. Elé kell állani, vagy jóra, vagy rosszra. Hallgassunk meg most egy részletet Székesfehérvár püspökének, Prohászka Ottokárnak beszédéből. A magyar kereszténység eszménye Szent László király, benne virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység, benne fort össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel. Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt, öntözte azt István könnyeivel, a hithirdetők a keresztvízzel, a vértanúk a vérükkel, meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg úgy, hogy magába tudta volna szívni a föld sajátos elemeit, és az elemek szerint színt, alakot, életet ölteni. A kereszténység még nem volt magyar. Szent István a nép apostola volt, hozzá emelte föl a nép tétovázó tekintetét, és egy szinte érthetetlen szentség sugárzott feléje. A kereszténység sorsával hullámzott a nép érzelmes, a bizalma is iránta, s a pogánság tényleg fölütötte a fejét. Üstökbe kötötte haját, s vadúrra tombolva kísértette meg többször összetörni István művét. A magyar életet, a magyar eszményt kellett tehát keresztényé tenni, hogy ez a keresztény élet nemzeti eszmény nyissa meg a nép szívét a hitnek. Ez a magyar eszmény László királyban lett keresztényé és szenté. Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol és győz a kereszténységért.
a nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitészségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, és ezzel vezeti be az egyházat a magyar népéletbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség, pogány egén, ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett, s nem szűnt meg lelkesíteni a népet. És eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László király tüntette föl önmagán. E jelenvonása által szívén ragadta meg a nemzetet, amelynek öröme és eszménye ő maga lett. Dicsimnusz zeng a legenda róla, alakjába beleszövődik a nemzeti lelkesülés, minden nagy gondolata és meleg érzelme. A kereszténység ezentúl már nem nemzeti életté, a keresztény király a nép hősévé válik. Szent László dicsőséges alakja rámutat a nemzeti életben érvényesülő vallásosságra. A vallás élet legyen, nemzeti élet is legyen. Tisztelt jelenlévők, testvérem a Jézus Krisztus kegyelme által, egy katonai Isten tiszteleten vagyunk, nagyon szépen nézzünk ki színesen, jó érzés itt állni, és ezért egy olyan igét hoztam gondolataim alapjának, a példabeszédek könyvének 21. fejezetéből, a 31. versből, ami azt gondolom útmutató lehet a mai ünnepen számunkra. Így hangzik, a csata napjára paripát nyergelnek, ám a győzelmet mindig az Úr adja. Az emberiség történelme mindig vérfolyam, állapítja meg Petőfi Sándor, akiről tudjuk, hogy bibliai ismerő ember volt, aki megtanulta, az Ószövetség időkön mindig végigvonultak a háborúk, a harcok története, sőt, tudjuk, hogy az izraeliták Istenüknek, Jehovának a nevében vonultak mindig harcba. Mindebből megállapítható a nagy pacifisták véleményével ellentétben, hogy Isten nem ítél el minden háborút. Gyakran olvassuk a Bibliában, hogy Izrael népét arra utasította, hogy harcoljanak a rendkívül gonosz kánaánitákkal. Izrael királyát, Dávidot pedig arra szorította fel, hogy szálljon harcba a népet csanyargató filiszteusokkal. Sőt, Isten néha még haditervről is gondoskodott Dávidnak, hogy biztosítsa az ő győzelmét. Az idézett bibliai beszámolók feltárják, hogy ha Isten népét elnyomás vagy gonosz befolyás fenyegette, akkor egyes esetekben Isten jóvá hagyta a háborúkat a népe életének védelmében. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ami mennyei atyáinak nem okoz örömet az emberek halála, még a gonoszoké sem. Hitünk szerint ő az élet forrása, az emberek teremtője. Ezért nem vágyik arra, hogy lássa meghalni az embereket. Ugyanakkor szomorú, hogy az emberek között voltak, vannak, lesznek olyanok, akik gonosz terveket szőttek azért, hogy gyarnokoskodjanak mások felett. Ezért jöttek létre a háborúk. Így szólt az alapigénk, hogy a csapla napjára paripát nyergelnek, ám a győzelmet az Úr adja. A példákból láthatjuk, hogy Isten a régmúltban a háborúkra törvényes eszközként tekintett, mellyel véget vethetett az elnyomásnak. Talán egy picit nagyon messziről indultam el, de a célom az volt, hogy a teológiai alapvetést nyújtsak a mai ünnepségünkhöz. Hiszen ezen a hétvégén, ahogy hallottuk a beköszöntőben, itt a történelmi helyszínen háladással ünnepeljük az idén 30 éves huszár és hagyományőrző szövetséget országunkban. Éppen ezért ünnepi gondolataink segítsenek bennünket abban, hogy elbizakodottság nélkül büszkeséggel emlékezhessünk azokra a huszárokra, akik évszázadokon keresztül képviselték a katona élet értékeit.
Persze akaratlanul is ott van a kérdés bennünk, miért fontos ez számunkra? Hát azért, mert a Biblia időközt hasonlatosan a magyarság történetéhez is szorosan hozzátartozott a harcos élet, melyben az elmúlt fél évtizedekben kiemelkedő szerepet játszott mindenkor a huszárság, mint könnyű lovassági fegyvernem. A színes mentékben zászlók alatt hadba vonuló, lovukkal egybefort huszárok, fáradtságot nem ismerő harci vitézsége évszázadokon át tekintéllyel bírt minden ember előtt. Ha visszagondolunk, bizony akkor autórepülő nem lévén, a vágtató lovas huszár a szabadságnak, a kor mobilitásának leggyorsabb megtestesítője volt. Fiúgyermekek és meglett férfiak a legszebb álmaikban mind-mind huszárok voltak, tele kalanddal, mint Hára János, vagy éppen János Vitéz. A huszárság az ország legfontosabb, legrangosabb fegyverneme volt, magyar legényt, alig ha érhetett nagyobb dicsőség, mint hogy huszárnak sorozták. A huszárokról megtanultuk legfőbb erényei között mindig a haza és az ügy iránt elkötelezettség, a bátorság, a leleményesség, az ügyesség, a becsület, a kitartás, az egymásra figyelés, az egymásért élő bajtársi érzés, az ellenféllel való lovagiasság, valamint a ló tisztelete és szeretete állt. Ezek olyan erények, amelyek soha el nem múló kortól független értékeket tartalmaznak. Mert bizony a huszárok szolgálata minden a hazáért és szabadságért vívott harcban összecsengett Márai Sándor gondolataival a hazáról, aki így fogalmazott: a haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontja a temetőkben, kenyér és táj. Nem. A haza te vagy. Szőröstül, bőröstül, testi és lelki mi voltodban, ő szült, ő temet el, őt éled és fejezett ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életedet alkotja. Életed a haza életének egy pillanata. Mert a haza végzet, személyesen is. Nem fontos, hogy szereted-e vagy sem. Egyek vagytok. Huszárjaink mindig így harcoltak. Tisztelt emlékezők, ezen az évfordulón egy küzdelmes történelmi múltra visszatekintve, kihasználva az ünnep felemelő pillanatait, öröm tölti el a szíveinket. Valljuk a magyar huszárt emlékét, és szellemét meg kell őriznünk népünk, ifjúságunk szívében. Igazzá vált szolgálatukra nézve alapigénk igazsága, ők a csatanapjára paripát nyergeltek, ám szívükben ott hordozták itt el mindig, hogy a győzelmet az Úr adja. Így élhettek meg számos győzelmet, így szereztek dicsőséget és elismerést magyar huszárjaink egész Európában. Bennük a sorsot reménytelennek látszó helyzetben is vállaló, az újrakezdés hitét és akaratát, és az érte végzett szívós munkát Istenhez és a hazarőgéhez való hű ragaszkodását látjuk. Isten áldja meg a huszárjainkat. Amen. Istentől nyert szent hitét.
gondviselő Istenünk, ezer éven át neked köszönjük, hogy itt ezen a tájon hazát nyertünk, keresztény hitünk, hazánk és nyelvünk védelmében vitézeink, a magyar huszárok számos alkalommal bátor helytállást mutattak föl. Ennek a lovas testületnek hagyományát ápoljuk szép ünnepünkön, és hozzátárjuk most értük kéréseinket. Seregeknek szent Istene, elődeink példáját követve, adj bátorságot a magyar katonáknak a honvédelem szolgálatára, és szeretett hazánk békéjének biztosítására, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Béke fejedelme, az éberségben kitartást és a felkészülésben ajándékoz örömöt katonáinknak a huszár elődök példájára, hogy növekedjen bennük a földi haza és a mennyei országhoz való ragaszkodás erénye. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Történelem kormányzója, te megőrzöd azoknak emlékét, akik hitüket követve élet és halál harcát vállalták és elviselték, légy megerősítője minden honvédnek, megadva nekik a becsületben és a jóságban való kitartás kegyelmét. Hallgass meg minket! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent erős és egyedül halhatatlan Isten, atyai házad örömét élvezzék elhunyt huszárjaink, akik az emberi tisztességet, az otthont jelentő hazát és egyházad híveit védelmezték. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Életünk szerzője, szent fiadat azért küldted el hozzánk, hogy küzdelmeink ellenére örömünk bőséges legyen. Megváltó Urunk, a te szent fiad édesanyja, a magyar huszárok hathatós patronájának bizonyult, mint a magyarok nagyasszonya, legyen áldott közbenjáró a magyar honvédelemért megingathatatlan trónod közelében. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te vagy oltalmunk és hitből fakadó igaz törekvéseinkben erősségünk. Hallgasd meg egyházad alázatos könyörgéseit, és add meg nekünk mindazt, amit bizalommal kérünk. Istenünk segítője és védelmezője az emberi nemnek, te, aki képedre és hasonlatosságodra alkottad meg az embert, légy a mi védelmezőnk, és oltalmazd jelenlévő szolgáidat az eljövendőben fenyegető minden veszedelemtől. Hallgass meg könyörgésünket, és kegyesen add áldásodat itt jelenlévő huszár szolgáidra, hogy áldás révén maradjanak meg testi épségükben, nyerjék el oltalmazó támogatásodat minden veszedelemből és minden bajtól Szent Lászlónak, a dicső lovak királynak áldott közbenjárására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Álljunk föl most mindnyájan, és imádkozzuk el az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Yeah.
fogadjuk az áldást. Ne veszítsétek el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatossága van, szükségetek, az Isten akaratát cselekedjétek, és beteljesedjen rajtatok az ígéret. Amen. Az Úr legyen veletek, a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rátok, és maradjon veletek mindörökké. Amen. Tisztelt miniszterhelyettes úr, püspök urak, bajtársaim, kedves ünneplők! A rendszerváltás idején Eremi elővel tölt fel a 40 évig elnyomott vágy, hogy újra nyíltan is felvállaljuk identitásunkat, megjelenítsük katonai hagyományunkat, megmutassuk a társadalomnak és a világnak. Elsőként huszár egyesületek alakultak, de rövidesen csatlakoztak hozzánk a gyalogosok és a tüzérek is. Szinte minden történelmi korszaknak akadtak követői, úgy is fogalmazhatunk, hogy a történelem megtalálta saját hagyományőrzőit, azon keresztül pedig a nemzetet. A csapatok hamar felvették egymással a kapcsolatot, így rövidesen megalakult Európa legnagyobb katonai hagyományőrző szervezete, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség. Ennek épp 30 éve. Megfogalmaztunk arszpolitikánkat is. Hangsúlyosan nemzeti elkötelezettségi összetett kulturális tevékenységet végzünk, amely a múlt dicsőséges katona példáival szól a jelenhez, erősíti a magyarság tudatot, a hazafias érzést és a hazavédelmének szent ügyét. Elvi, lelki, érzelmi, tudati elkötelezettség, hiteles megjelenítés, tartalom és forma magas szintű egysége. Ezzel szólunk a társadalomhoz, ezzel neveljük a fiatalokat identitás tudatra, hazaszeretetre, ezt mutatjuk meg a világnak, mint elévülhetetlen magyar értékeket. Ez szolgálja a külhoni nemzettestvéreinkkel való egységet, és ez segíti a közös magyar jövő építését. A megfogalmazott elvek az elmúlt 30 évben tettekben jutottak kifejezésre. Március 15-i évfordulós megemlékezések, emlékvonulások, koszorúzások, csatajátékok, helyi, regionális, országos és nemzetközi rendezvények jelezték az egyre erősödő mozgalmat. A tavaszi hadjárat, a tapolcai történelmi napok, a nemzeti lovas fesztiválok és lovas világtalálkozók szervezői és rendszeres résztvevői voltunk és vagyunk. De a Doni Hősök emléktúra megalkotói és résztvevői is sorainkból kerülnek ki. Bejártuk Európát. Ott lovagoltunk Franciaországban, Chantilly-ben,
Kaliforniában megnyertük az USA egyik legnagyobb hagyományozó rendezvényen a lovas kategóriát, követtük gróf Hadik András és huszárjai nyomát Németországban, hogy végül győztesen vonuljunk át a brandenburgi kapun. 1998-ban a Magyar Forradalom és Szabadságharc 150. évfordulóján 150 huszár szállt táborba Budapesten, és látványos lovas felvonulással ünnepelt a belvárosban és a várban. Ennek nyomán született meg a döntés, hogy létrejött a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Dísztettsége, alapítói között szövetségünkkel, személy szerint hárman az irányító szemlebizottságban, többen pedig a díszelgő állományban kaptak beosztást. A határon túli nemzettestvéreink szinte már a kezdetektől bekapcsolódtak a mozgalomba, jogilag is egyenrangú bajtársainként fogadtuk őket. Évekkel a szégyentelen népszavazás előtt természetesnek vettük, hogy a Felvidék, Erdély és az Őrvidék katonai hagyományőrzői hozzánk tartoznak, és akik azóta létszámban és minőségben hatalmas fejlődésen mentek keresztül. A tengeren túl Kaliforniában is van egy magyar alapítása és vezetési huszárcsapat, amellyel kitűnő kapcsolatot tartunk fenn. Fő támogatónk a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség, partneri viszonyban vagyunk a polgárőrséggel és civil kulturális szervezetekkel is. Mindenekelőtt a táncszász mozgalomban működő bajtársaink révén folyamatos az együttműködése két terület között. Méltán lehetünk büszkék ifjúságnevelő munkánkra. Bajtársaink rendszeresen tartanak élő történelemórákat az iskolákban az ország egész területén, számos fiatal nálunk kezdett és választotta élethivatásként a katonai pályát. A civil munka hatása érvényesült a legújabb állami díszegység, a Honvéd Huszár díszegység megalakulásában is, amely már egységes lóállománnyal, a szilvásváradi állami ménes libicai ménnyeivel kizárólag a legmagasabb szintű állami protokoll feladatok ellátására jött létre. Irányításában és személyi összetételében egyaránt a civil hagyományérzésből jött lovasok vesznek részt. Több, mint szimbolikus, hogy a honvédelmi miniszter egyúttal hagyományőrző huszár is, kinevezés előtt századosi rendfokozatban szolgált az említett díszegységben. A hagyományőrző munka sokrétű. Ennek eredője az a rendkívül változatos személyi összetétel, amely a legkülönbözőbb társadalmi réteg és foglalkozás képviselőiből alkotja a szövetség állományát. Munkás és tanár, gazdálkodó és mérnök, felnőtt és diák, Kossuth-díjas festőművész vagy éppenséggel lovasedző, az élet minden területén tevékenykedő ember, akiket egy érzés és egy gondolat tart össze, a hazaszeretet. Megtisztelő és felemelő, hogy épp itt, ezen a helyen, ahol 174 évvel ezelőtt győztes ütközetben született meg a Magyar Honvédség, itt ünnepelhetjük 3 évtizedes fennállásunkat. Egy ünnepi megemlékezés nem lenne teljes, ha nem szólnánk a jövőről. A szövetség kitűzött céljainak megvalósítása mellett újabb kihívások előtt áll. Korábban soha nem gondoltuk, hogy még egyszer a közvetlen háborús helyzet alakul ki a szomszédunkban. Már a migrációs hullám is nehéz helyzetet teremtett. Példaértékű, hogy a szövetség huszárjai már 2015-ben jelentkeztek önkéntes lovas határőr szolgálatra, amelyet támogatni kívánták az erőszakos betolakodók megfékezését. Magyarország aktuális kihívása többek között területi integritásának megőrzése, az illegális betolakodók megállítása és ezzel együtt a határvédelem megerősítése. E célok elérését a Magyar Huszár és Katonai Hagyományozó Szövetség minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja. Történelmi tapasztalat, hogy értékválság idején, amikor sötét erők igyekeznek lerombolni a tradicionális értékeket, tárgyává tenni keresztény vallást, csúfot űzni a természet törvényeiből, összekeverni a nemeket, ferde irányba terelni gyermekeinket, akkor a leghatásosabb ellenszer az ezer éves hagyományokhoz visszanyúlni, a bizonyított, megbízható értékeket követendő példának felmutatni és követni. A katonai hagyományőrzés elvei ilyen értékek. Soha el nem évülő fogalmak, mint a hazaszeretet, erkölcs, hit, bátorság, bajtársiasság legyenek továbbra is vezérlő elveink, amelyeket őseinktől kaptunk, és amelyeket megtartunk és továbbadunk a jövő nemzedékének. E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek örömteli megemlékezést. Erőt, tisztességet! Thank you.
megszó király, Istennek szolgálja. Krisztus hitének igaz plantálója, légy magyarságnak mennyben szószólója és orvoslója. Kegyes voltából, irgalmas Istennek, Szent László király, adattál e földnek, hogy szent híreddel, útja igaz hitnek.